A mai részben egy amerikai maggyűjtő hangyafajt fogunk megismerni, a Pogonomyrmex barbatuszt. Már ránézésre is látszik, hogy ez a faj teljesen máshogy néz ki, mint az európai messzor maggyűjtő fajok. Dolgozói részbarna színűek, ráadásul ez a faj monomorf, tehát csak egy dolgozókaszt jelenik meg náluk, nem három, mint a messzoroknál. Viszont ugyanúgy egy királynős, mint a legtöbb messzorfaj, ugyanúgy száraz, napsütötte helyeken fészkel, járatait ugyanúgy föld alá ássa, és ugyanúgy magokkal táplálkozik a rovarok mellett. De jóval nagyobb kolóniát alapít, mint a messzorok. A természetben több ezer, akár tízezer dolgozóból is állhat a boly létszáma, járataik akár 2 méter mélyre is nyúlhatnak, és akár 60 méterre is kiterjedhetnek az élelemforrásokhoz vezető útvonalaik. Az én kolóniám egyelőre még nem ilyen nagy, 20-25 dolgozónk van jelenleg, úgyhogy van még hova fejlődni. A kémcsövüket már eléggé kinőtték, sok fiasításuk van, és a dolgozók agresszíven rágják a záróvattát. Most arra már nehézkessé vált az etetésük a kémcsőben, ideje tehát beköltözniük egy formikáriumba, ahol bőséges élelemmel tudom majd ellátni őket, és tovább tud növekedni a kolónia egyedszáma. Egy kémcsőtartós formikáriumba szeretném beköltöztetni őket, ez a farm 3 emeletes, és minden szintre 2 darab kémcső csatlakoztatható. Függőlegesen fut benne egy rögzítő pecek, amelynek kinyitása után szintenként nyitható zsilipek találhatóak benne, így folyamatosan újabb kémcsövekkel bővíthető a fészekrész. A régi, elkoszolódott kémcsövek pedig leválaszthatóak, és a helyére újakat lehet csatlakoztatni. Ez a farm darabokban érkezik, először össze kell szerelnem. Már 4 vagy 5 ilyen farmot összeraktam korábban, mégis eléggé meggyúlt a bajom az összeszerelésével, állandóan újra kellett kezdenem, mert vagy rossz sorrendben raktam össze az alkatrészeket, vagy egy-egy oldallapot fordítva raktam be. Annál nagyobb volt viszont a büszkeség, mikor végre egyben volt a farm, mehettek bele a hangyák. Azóta már elérhető hozzá egy összeszerelési útmutató is, melyen sokkal könnyebb összeállítani a farmot. Na de vissza a hangyákhoz. Először a szemetet húzom ki a kémcsőből, ami nem túl egyszerű feladat, mert a vitéz dolgozók egyből neki támadnak mindennek, amiben fenyegetést látnak. Vissza is zárom a kémcsövet, hát ha megnyugodnak egy kicsit. A szétfutott dolgozókat ilyenkor beszoktam dobni a kifutó részbe, így ők már a többiek előtt bekerülnek az új helyre. Mivel a farm zsilipjei szintenként nyílnak, ezért először is feltöltök egy tiszta kémcsövet, amit aztán be tudok tenni az alsó szintre 2. kémcsőnek. Ezután következik a hangyák kémcsöve, ezt amennyire tudom óvatosan csatlakoztatom rá a farmra, nehogy valaki megsérüljön. Sikerült csatlakoztatni, és csak pár szökevény van, ők ismét a kifutó részbe kerülnek. Következik a várva várt pillanat, kinyithatom nekik az alsó zsilipet. Az első dolgozók hamarosan kitódulnak az ajtón, és nekilátnak, hogy felfedezzék a kémcsövön kívüli világot. Ők a kémcsőben születtek, így sosem találkoztak még sem plexivel, sem kavicsokkal, mégis ösztönösen tudni fogják majd mi mire való a hangyafarmban.
Egyikük talált is egy kis növénydarabot, amit azonnal bevisz társainak, hát ha hasznos lehet valamire. Azonban a feljárónál akadályokba ütközik, végül ott hagyja inkább, ahol van, és visszamegy keresgélni. Ekkor vettem észre, hogy valahogy olyan furcsán mozognak a dolgozók a plexifalnál. Olyan, mintha nem tudnának mászni rajta. Rá kellett döbbennem, hogy hiányosak voltak az ismereteim ennél a fajnál. A hangyák világában kevés olyan faj van, amely nem tud mászni a csúszós felületeken, és ezek közül a legtöbb magas pára igényű faj. Már több mint 130 hangyafajt tartottam, de ez az első olyan szárazságtűrő faj, amely nem képes mászni a plexin. Újra kellett tehát gondolni az egészet, hiszen ha nem tudják használni az emeleteket, akkor ez a formikárium nem lesz alkalmas ennek a fajnak. Egy-két nap gondolkodási időt kértem a hangyáktól, addig adtam nekik névi rovart kárpótlásul, míg kitalálom, milyen farm lesz nekik a megfelelő. Hamarosan egy L-alakú, vízszintes fészek elrendezésű formikáriumra esett a választás. Itt nem kell majd szinteket mászniuk. Benedvesítettem tehát az új farm szivacsait. Az átköltöztetés első lépésében vissza kellett zárni az alsó zsilipet, hogy le tudjam választani a kémcsövet. A hangyák már is szabotálták a tervemet. Működésképtelenné tették az ajtót, ugyanis apró kavicsokat pakoltak a réseibe. Erre bizony nem számítottam, hiába minden precíz tervezés és technika, ezek az apró rovarok állandóan túljárnak az eszünkön. Kihúztam tehát a kémcsövet, és kikotortam a kavicsokat a résből. Így már beljebb lehetett zárni az ajtót annyira, hogy ne férjen ki a többi hangya a farmból, de teljesen nem ment vissza a helyére, mert a másik rést is telepakolták kavicsokkal. Ilyenek ezek a maggyűjtőfajok. Folyton átalakítják a területüket. A kémcsövet vattával zártam el, majd egy ecsettel óvatosan belepakoltam a hátra maradt dolgozókat is. Régóta dédelgettem már ezt a kolóniát, ezért most különösen óvatosan kellett beborítanom őket a másik farm kifutójába. A padló itt is csúszós, ezért a királynő kissé megemeli a potrohát, így botorkál rajta. Felkapaszkodik a kis peremre, és minden falmászó tudását felidézve, nagy nehezen végül felhúzza magát a többiek közé. Nem semmi. Hogy lehet, hogy a négyszer magasabb peremen simán felmásztak, de ide nem tudnak bejutni. Úgy látszik, nem tudnak hol megkapaszkodni a bejáratnál, úgyhogy muszáj berakjak valami kavicsos talajt, hogy be tudjanak jutni a fészek részbe. Arrébb söpröm a lárvákat és a bábokat, nehogy megsérüljenek. Beszórok egy kevés kavicsot, amiből aztán dombot tudok nekik építeni a bejárathoz. Most már a dolgozók szépen bejutnak a fészek részbe, de a királynőnek úgy tűnik, nem tetszik az új otthona. Nem akart bemenni, úgyhogy gondoltam, motiválom kicsit, ecsettel óvatosan irányt mutattam neki befelé, először úgy tűnt, működik a dolog, de hirtelen kihátrált, vissza a kifutóba. Jó, hát végül is nem kötelező, én csak segíteni akartam nekik, mert a kifutóban nem sok vizet találnak. Pár óra múlva összeszedték a fiasítást, és letelepedtek a kifutó közepén. Úgy tűnt, pár dolgozó már átlátta a helyzetet, mert néhány lárvát és bábot elkezdtek behordani a lesötétített kamrákba. Remélhetőleg hamarosan a királynőnek is elmagyarázzák majd, hol a legjobb neki. Másnap reggelre eléggé megleptek a hangyák.
Az egész kolónia beköltözött a párás kamrákba. Megint lemaradtam róla, úgyhogy sajnos nem tudtam közvetíteni az eseményt, de jó volt látni, hogy a helyükre kerültek. Most már beszórhattam a többi kavicsot is a kifutóba, hogy egységesen fedje azt, és kellemesebb környezetük legyen. Kaptak ennivalót is, darabolt rovarokat, magkeveréket, és próbaképpen egy pici mézet, hát ha fontos tápanyaghoz juthatnak belőle. A mézet eleinte csak elvétve kóstolgatták, de később inkább befették pár kavicssal. Magokból viszont bőven hordtak be a kamráikba is, a maradékot pedig összehordták egy kupacba a kifutóban. A legnagyobb félelmem az volt, hogy a viszonylag száraz formikáriumban nem jutnak majd elegendő vízhez hangyáink. A gyanúm beigazolódni látszott, ugyanis a nedvesítő szivacsok egy hét után kiszáradtak, újra be kellett őket vizezni. Hogy csökkentsem a kiszáradást, szorosabbra húztam az első két csavart a szivacsok mellett. Ezzel szorosabban zártak a plexi rétegek, és remélhetőleg így tovább megtartják majd a vizet. Tényleg szomjasok voltak már a pogonomérmexek, a dolgozók egyből neki is estek és lelkesen ittak a szivacsokból. Mindenképpen kellett nekik egy tartalék vízforrás is, szerencsére éppen a napukban fejlesztettünk ki egy itatópipát, amit összeszerelés után rá lehet csatlakoztatni a farm oldalára. Az egyik kis dolgozó egyből rá is vetette magát az idegen tájra. Amikor rájött, hogy az egy vízforrás, szorgalmasan inni kezdett belőle. Örülök, hogy ilyen leleményesek, nem kellett sokáig győzködni őket, hogy használják a külső itatót is. Itt tartunk tehát most, van egy jól felszerelt hangyafarmunk, benne egy igazán érdekes fajjal. A pogonomirmexek is a Myrmicinae alcsaládba tartoznak, tehát nekik is van fullánkjuk és mérgük. A messzor fajok fullánkja eléggé fejletlen, ők nem igazán használják, viszont a pogonomirmexek csípése állítólag igen fájdalmas. Nos, ezt csak egy módon tudhatjuk meg. Valóban elég agresszív ez a kis dolgozó, erősen harapja az ecsetet és megpróbálja beleszúrni a fullánkját. A hangyák csípését általában a kézfejemen szoktam tesztelni, mert itt vékonyabb a bőr, mint a tenyér belső oldalán. Látszik is, ahogy beledöfte a fullánkját, és bejuttatja a mérgét. Őszintén szólva meglepően fájdalommentes volt a csípés, nagyjából a hazai mirmika faj csípésének megfelelő. Nem azonnal fáj, hanem egy kis idő elteltével kezd el égni és viszketni. Csalán csípéshez tudnám hasonlítani az érzést. Hasonlóan bepirosodik és viszket, de pár óra alatt nyom nélkül elmúlik. Persze a hangyák mérgének ereje függ a táplálékuk összetételétől, és attól is, hogy mikor használták utoljára. Ha már jó ideje nem volt rá szükségük, akkor sokkal jobban koncentrálódik és erősebb a mérgük. Szintén Myrmicinae alcsaládra jellemző módon dolgozói bábkupó nélkül fejlődnek, így báb állapotban már jól kivehetőek, hangyaformájúak az utódaik. Ez a sárgás színű hamarosan életre kel majd, és először világos lesz, majd pár nap alatt elnyeri végső színét. A királynő körül jól megfigyelhetjük ennek különböző állapotait a dolgozókon. Hamarosan sok-sok új, világos dolgozó fog életre kelni a bolyban, aztán törhetem a fejem újra, hogy milyen farm lenne nekik megfelelő. Addig is találkozunk a következő videóban, ne felejtsetek el feliratkozni és csengő ikont nyomni, hogy ne maradjatok le róla. You can get addicted to a certain kind of sadness. Like resignation to the end, always the end.